Az ősök napjának, a kogultájnak van egy rendkívül egészséges erkölcse. Egyrészt tiszta. Nem látni eldobott szemeteket. Nagyon jók a rendezők, és fegyelmezettek a résztvevők. Másrészt pedig nagyon megnézi a szervező csapat, hogy milyen árusokat enged oda. Nincsen gagyi. Ez nagyon fontos. Hanem valóban vizsgázott mester embereknek vizsgázott termékei. És az ember valóban olyan érzéssel jár kell, hogy valamit kapott abból a több mint ezer esztendős magyar kultúrából, ami jellemzi igenis a magyar ősöknek a tudását. Tehát mindez együtt, egy helyen egy rendkívül élmény. És annak, aki ott van, ha csak egy fél napot sétálgat, megcsapja őt az, hogy mi a titka annak, hogy itt vagyunk több mint ezer esztendeje Kárpát-medencében. Az, hogy erősek a gyökerek. És igazán én nagyon rosszul érezném magam, ha csak magyar ősök napja lenne. Kárpát-medence tele van jobbnál jobb életmódtáborokkal, különféle egyetemekkel, különféle ilyen szabad egyetemekkel, különféle kollégiumok, falunappal, egyebekkel, ahol megjelenik egy kis településnek az értékvilága, és a nagy közösségnek az értékvilága. Így együtt ad az embernek egy nyugalmat, és erre szoktam mondani azt, hogy hát ez a nyugodt erő. Ez a kikeszthetetlen, ez a sebezhetetlen, ezt nem tudják tönkretenni. És jöhetnek itt alkalmi rigmusok ellenünk, meg alkalmi bekiabálók, tulajdonképpen hiába koptatják a szájukat. És itt, ami megint számomra megnyugtató, egyre több az olyan fiatal, tudós ember, akinek elege van az úgymond elmúlt évtizedek áltudományos, féltudományos, dilettáns, ilyen-olyan nagy doktori vizsgákból, meg diplomákból, és újra fölfedezik azt a magyar őstörténeti világ lehetséges dokumentumait, amiből nagyon sajátos, ellentmondó és olykor koncepciózus, olykor tévutakra vezető elméletek születtek, és az elméletek gazdái még ma is védik ezeket. Hát persze, hogy védik 30 évvel ezelőtti diploma, 40 évvel ezelőtti diploma munkájukat, könyveiket védik. Nem csoda, hogy egyre idegesebbek, és az idő az viszont nekünk dolgozik, nem nekik. Most már 5. alkalommal rendezzük meg az ősök napját, amely a kárpát-medencei magyarság egyik legnagyobb hagyományőrző ünnepe. Azért álmodtuk meg, mert úgy éreztük, hogy a magyar ünneprendben szükség van egy olyan rendezvényre, ünnepre, ahol a magyarság közösen együtt emlékezik a legnagyobb történelem formáló őseire, tehát a kárpát-medencei magyar összefogásnak a hagyományok mentén való megvalósítására, egy olyan ünnepre helyeztük a hangsúlyt, amely minden magyar otthon érezheti magát, és egy ilyen ünnepből erőt merítve, hazatérve a saját közösségeibe, elviszi ezt az üzenetet, és ezzel tovább erősíti a magyar összefogást a Kárpát-medence minden régiójában. A Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlés és az Ősök Napja között talán az a különbség, hogy amíg a Kurultáj évek alatt nem csak a magyarság legnagyobb ünnepévé, hanem az összes hun és türk tudatú nép legnagyobb közös ünnepévé vált, addig az Ősök Napja kifejezetten a kárpát-medencei magyarságra összpontosít. Ezen az ünnepen bemutatjuk a Kárpát-medencének az összes régiójában tevékenykedő legjobb, legszínvonalasabb hagyományőrző, illetve több teret adunk a magyar népzenének, illetve hát a magyar táltozzenének, és különböző olyan programoknak, bemutatóknak, fórumoknak, amely a kárpát-medencei magyarság történelmét, összefogását, őstörténetét, kultúráját mutatja be.